napot kívánok! Önök az elkövetkezendő körülbelül 90-100 percben közvetítést láthatnak majd a Közgazdaságtudományi Egyetemről Horn Gyula és Orbán Viktor vitájáról. Először Sándor Péter adjunktus úr mond néhány szót, és aztán kezdődik a vita. Üdvözlöm a megjelenteket, üdvözlöm a tévénézőket és a rádióhallgatókat. Kérem a fotóriporter kollégákat, hogy amíg a párperces üdvözlésemet megtartom, addig fotózzanak, utána foglaljanak helyet, ahogy megbeszéltük. A rendezvény házigazdája a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, annak a politikatudományi tanszéke, és üdvözölni szeretném a teremben lévő politikatudományt tanuló diákjainkat, egyetemünk oktatóit, sajtómunkatársait, nagykövetségek képviselőit, és természetesen a két párt szakértőit és vendégeit. Külön köszöntöm a tévénézőket és a rádióhallgatókat. Reméljük, hogy a mai rendezvényünkkel hozzájárulunk ahhoz, hogy a május 24-i választási részvétel nagyobb arányú legyen, és mindenki jobban tudjon dönteni. Házigazdaként köszöntöm a vita két résztvevőjét, Horn Gyula elnök urat, az MSZP elnökét, miniszterelnököt. És Orbán Viktor elnök urat, a Fidesz elnökét, a parlamenti európai... A parlament Európai Ügyek Bizottságának elnökét, mint közismert, mindketten pártjuk miniszterelnök jelöltjei. Az első fordulóban a legtöbb két szavazatot kapott két párt listavezetőit hívtuk meg, és örülök, hogy elfogadták meghívásunkat az egyetemre. Ez annak a sorozatnak a része, amit pártelnökök a Közgázon címen 1998. februártól folytattunk. Már voltak vendégeink, ők ketten is, és 94-ben hasonló sorozatot csináltunk végig. Ez a pártelnökök fóruma, az ő vitafórumuk, ezért a közönség a korábbiaktól eltérően itt sem szóban, sem írásban nem tesz fel kérdéseket. A kérdéseket Várdos András úr teszi fel, aki a sorozat állandó műsorvezetője volt, és a mai programot is ő vezeti. Köszönöm még egyszer az érdeklődést, és átadom a szót Várdos Andrásnak. Köszönöm szépen. Remélem, hogy ez a fullasztó meleg nem fogja önöket zavarni. Sok mindent nem tudunk vele csinálni. Hát akkor kezdjük, mint azt a közvélemény tudomására hozták már a tanszék tanárai. 8 kérdéscsoportról fog a két pártelnök vitázni. Az első a kampánnyal kapcsolatos. Kérdés tulajdonképpen úgy tehetném fel, mi a véleményük a kampány jellegéről, stílusáról, elégedettek-e saját kampányukkal, mi az, amit sikerült, mi az, amit nem sikerült a választókkal közölni. A megállapodás szerint először Horn Gyula. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meleg fogadtatást, mert legalább 30 fok van. Nos, én köszönettel tartozok a Közgazdaságtudományi Egyetemnek. Már jó néhányszor voltam itt, úgyhogy mintha hazajárnék. Úgyhogy egyből elfogadtam, amint megkaptam a meghívást. Annál is inkább, mert a kezdeményezők vállalták, hogy biztosítják a partner részvételét. Mert úgy van értelme a kettes vitának. Nos, ami a kampányt illeti, én úgy ítélem meg, a mi kampányunkról szólva, hogy az írásos kampányunk az nagyon visszafogott volt, gondolok mindenek előtt a plakátokra, a szórólapokra, cikkekre és egyebekre. Viszont annál többet voltunk az emberek között. Rengeteg fórumot tartottunk, elmondtuk, hogy mit miért tettünk, mit miért akarunk csinálni. Tehát közvetlen kapcsolatban voltunk az emberekkel. Én azt hiszem, hogy azért nagyon sokan megértették, hogy mekkora a tét a májusi választások kapcsán, de ugyanakkor azon mindannyiunknak el kell gondolkozni, hogy az első fordulóban miért volt ilyen alacsony a részvétel. Meggyőződésem szerint minden politikusnak oka van az önbírálatra. Többet kellett volna tennünk annak érdekében, hogy a lakosság érdeklődését jobban felkeltsük. A másik, ami a stílust illeti, hát sok minden elhangzott az egyes pártok részéről. Legutóbbi hetekben elnök úr, képviselő úr többször megfogalmazta a kollégával együtt, hogy ők győztek az első fordulóba. Nos, én
utoljára vasárnap voltam egy fórumon, Nyíradsádon, ahol azt kérték, hogy adjam át Orbán Viktornak, hogy jó lenne, ha számolni tudna. Tudnék, a választási eredmények május 10-én nem azt mutatják, amit nyilatkoztak, hiszen a Magyar Szocialista Párt érte el a legtöbb szavazatot, a legnagyobb arányt, a maga több mint 82%-ával. Na most az, amit én most május 24-ére is jósolok. De amit én nagyon furcsának tartok, az az, hogy vasárnap az elnök úr azt mondotta, hogy a választók kétharmada a kormány ellen szavazott. Ami nem igaz, és nem tudom, hogyan jött ez ki, de tegyük fel, hogy van egy sajátos logikája a Fidesznek. Nos, ha ebből indulok ki, és azt veszem, hogy mennyit kapott a Fidesz, akkor ezek szerint a választópolgárok 72%-a szavazott a Fidesz ellen. Sőt, ha tovább megyek, és azt mondom, hogy az összes választópolgárok arányához viszonyítom, akkor több mint 83% szavazott a Fidesz ellen, úgyhogy azt hiszem, ennek sok értelme nincsen az ilyen számítatás. Ami pedig a stílust illeti, hát az elhangzottak szép dolgok, azóta is, az első fordulót megelőzően, és most is. Hát például az, hogy eltűntek a különböző ellenzéki pártok megnyilatkozásaiban az elmúlt 4 év eredményei, mondjuk ezen én különösebben nem csodálkozom. De hogy olyan megnyilatkozások voltak például a Kossuth Rádió vasárnapi újságjában, hogy ez a kormány felperzselt földet, romokat hagy maga után, hát ez azért ez enyhén szóval nem éppen egy hiteles és valós értékelés. Gondolom, a lakosság döntő többsége nem így éli meg. De amit én legalább annyira fontosnak tartok emlékeztetni arra, hogy 1997. októberében indult el gyakorlatilag a választási kampány, amikor a Fidesz tisztelt képviselői mondták ki először, hogy a kormánykoalíció és személy szerint én le akarjuk váltani az állampolgárokat. Azóta se tudtam meg, hogy hogy lehet az állampolgárokat leváltani, miért, minek és így tovább, hát amit nyilatkoztak. Nos, vagy az, hogy nem egyszer neveztek bennünket idegenszerűnek, nemzetietlennek és így tovább. Szóval ez azért végig kísérte magát a kampányt is. Nekem az a határozott véleményem, hogy az elkövetkező időszakban is, most is elsősorban azokra próbáljuk megfogalmazni a válaszokat, amelyek a lakosságot érdeklik, amelyek kielégítik a lakosság kíváncsiságát. Köszönöm. Elnök úr? Először is engedje meg a miniszterelnök úr, hogy megköszönjem, hogy ilyen kimerítően beszélt a Fidesz választási magatartásáról. Szeretném elmondani, hogy mi hogyan látjuk ugyanezt. Nagyon nehéz volt a feladatunk. Fidesznek azt kellett bebizonyítania, hogy nem igaz az a kijelentés, hogy Magyarországon nincsen más alternatíva, csak az, ami éppen van, amiben éppen élünk. Arra kellett egy programot készítenünk, hogy meggyőzzük a választópolgárokat, hogy lehet segíteni azokon a bajokon, amelyektől mindannyian szenvedünk. Hiszen a kormánykoalíció hosszú időn keresztül azt próbálta elhitetni mindenkivel, a legmagasabb közjogi méltóságok segítségét is igénybe véve, hogy nincs más alternatíva. Mondandóm szempontjából nem fontos az a körülmény, hogy ez szerintem a demokráciával nehezen összhangba hozható kijelentés, hiszen a demokráciának az a lényege, hogy mindig legyen alternatíva, amelyek között választhatunk, legyenek programok, amik között, és legyenek személyek, akik között választhatunk. Nekünk tehát az volt a dolgunk, hogy bemutassunk egy programot, amely erről a másik alternatíváról, ahogyan mi fogalmazunk a polgári jövőről, a polgári Magyarországról szól. Most ezt a munkát azonban nem 1997-ben kezdtük, mint ahogyan a miniszterelnök úr ezt most itt megjegyezte, hanem sokkal korábban, 1996-ban a Fidesz nyilvánosságra hozott egy vitairatot, amelynek az volt a címe, hogy a polgári Magyarországért. És 96-tól kezdődően egészen a mai napig, vagy a programunk lezárását jelentő utolsó gyűléseinkig több ezer választópolgár mondta el a véleményt erről a vitairatról, érdekképviseleti szervezetekkel, civil szervezetekkel, szakszervezetekkel, polgárok ezreivel vitattuk ezt meg,
beépítettük az ő elgondolásaikat, és így létrejött a Szabadság és Jólét címet viselő program, amit mi, még egyszer mondom, a Polgári Jövő programjának nevezünk. És ez a program itt van az asztalon. Az első fordulóban az volt a dolgunk, miniszterelnök úr, kérem, hogy azt mondjuk a polgároknak, hogy itt ez a program. Ez egy jó program, és szerintünk ez a program alkalmas arra, hogy orvosolja azokat a bajokat, amelyeket 94 és 98 között kellett elszenvednünk, és ez a program alkalmas arra, hogy megragadjuk azokat a lehetőségeket, amelyeket 1994 és 98 között nem sikerült megragadnunk. Úgy érzem, ha ez volt a cél, és ez volt a cél, akkor ezt mi sikerrel teljesítettük. A választások a mi olvasatunkban május 10-én arról szóltak, hogy a polgárok azt mondták, szerintem a miniszterelnök úr is hallhatta, hogy van más alternatíva. A Fidesz 1994-es szavazóinak számát megháromszorozta, és ez nem köszönhető másnak, mint a Szabadság és Jólét címet viselő a polgárokkal közösen megírt programunknak. Ezért, tisztelt műsorvezető úr, azt kell mondjam, hogy a Fidesz a maga részéről az első fordulót a saját értékelésünk szerint legalábbis eredményesen vette. Ennyi lett volna mondandóm a terveim szerint, de a miniszterelnök úr néhány érdekes ötlettel is meglepett az előbb itt. Mit, hogyan kell számolni, ha megengedi, akkor egy mondat elég erre reagálni. Nem akarok beszélni a szocialista párt választási eredményéről, nem is tettem volna, hogyha a miniszterelnök úr nem kényszerít erre. 400 ezerrel kevesebben szavaztak a szocialista pártra, mint 1994-ben. Az első fordulója a magyar választási rendszernek mindig arról szól, ezért két fordulós, hogy a polgárok akarják-e azt a kormányt, mert az elmúlt 4 évben az ország élén állt. Ha így nézzük az eredményt, akkor 60% azt mondta, hogy köszöni, nem kér többet belőle, elég volt, másik kormányt szeretne, 40% pedig azt mondta, hogy igen, és támogatta a két pártot, a két koalíciós pártot. 1998. május 24-én azt a kérdést fogják megválaszolni a polgárok, miután a mostani kormányt leváltották, milyen kormányt szeretnének helyette. Ezt tartjuk mi a második forduló kérdésre. Legjobb tudomásom szerint a matematika az pártsemleges, ugye? Szóval... Úgyhogy azt hiszem, matematikai rejtelmekbe most nem menjünk. Én a választások valós eredményeiből indulok ki, hogy mennyit kapott az MSZP május 15-én. És egyáltalán nem azt érzékelem az országot járva, amit Orbán Viktor mond. A másik, amit szeretnék mondani, ez az alternatíva. Sokszor elhangzott. Jó magam, kollégáim azt mondták mindig, hogy annak a kormányzati politikának, amelyet mi megvalósítottunk, nincs alternatívája. Beleértve ebbe a stabilizációt, beleértve a béke megkötését a szomszédokkal, vagy a béke megkötését. Így van. Beleértve békés viszonyok megteremtését, beleértve ebbe az Európa Uniós és a NATO csatlakozást is. És én nem akarok most az örökségről szólni, már a 1994 után hátrahagyott örökségről, erről elég sokat beszéltünk a parlamentben. És még valamit hagyj jegyezzek meg. A külföld mindig megmondja, ha valamit rosszul csinálunk. És azért jelentek meg nagyon kemény, elmarasztaló vélemények is a külföldi szakemberek, politikusok részéről, viszont most elismerik azt a teljesítményt, amit ez az ország felmutat, és feltehetően ennek valami köze van a kormány teljesítményéhez is. És végül még valami, ami a Fidesz programját illeti, én nagyon szívesen a későbbiekben elmondom a magunk és a külföldi szakemberek véleményét. Hát én szeretném megköszönni a miniszterelnök urat, hogy erre vállalkozik. Örömmel állok elébe. Különösen érdekel, hogy hogyan tolmácsolja majd a külföldi szakemberek véleményét. Ugyanis ezt egy fontos kérdésnek tartom. A külföld véleménye Magyarország számára fontos. De van valami, ami még fontosabb. Az a magyar állampolgárok véleménye. Ezt is tolmácsolom. Bevallom önnek őszintén, miniszterelnök úr, én nem szívesen élek egy olyan országba, ahol ami történik, csak a külföldieknek tetszik, akik meg itthon élnek, magyarok, közös a sorsunk, azok pedig elégedetlenek vele. Szeretném, ha fordítva lenne. De olyan variációt is el tudok képzelni, az eset is fönnáll, amikor
És erről szól a programunk, amikor a Magyarországon élő magyar polgárok is elégedettek azzal, ami történik, és a külföld elismerését is kivívjuk. Szerintünk ez lehetséges. Képviselő úr, hagyd mondjak valamit. Igen, így van. Nekünk elsősorban az itt élő állampolgárok elégedettségét kell kivívni. És valóban ebben az országban mintegy 3 millió szegény ember van. És ezzel ellen tenni kell, és ez a kormány nagyon sokat tett, és nagyon sokat tervezte. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy egyre több azoknak a szám, akik a piacgazdaság nyertesei. Annak a fejlődésnek, átalakulásnak az eredményeként, ami ebben az országban végbe megy. Nem lehet egy nemzetet igazából arra kérni, hogy támogasson egy politikát, hogyha azt mondjuk neki, hogy rosszul jár, csak nyomorba zuhan és minden egyéb. Szóval kell az embereknek bizalom és önbizalom is. És még valami. Fölhívom a szíves figyelmét az elnök úrnak abban a tegnapi zöld világgazdaságban megjelent, nagyon tekintélyes ez a Planeco nevezetű washingtoni közgazdasági kutatóintézetnek a véleménye, amely meg kell mondanom ízekre szedni a Fidesz programját. Azt én nem tételezem fel, hogy ez a washingtoni intézet az az MSZP befolyása alatt állna. Azt azért nem tételezem. Úgyhogy érdemes erre is adott igyel. Én olvastam ezt, miniszterelnök úr, kérem. Biztos önnek is föltűnt, hogy ez a cikk a lap a szóban forgó újságoldal felső részét foglalta el. Az alsó részben pedig egy másik cikk volt olvasható, ahol a Fidesz gazdaságpolitikai munkáját összefogó tanár úr Matolcsi György kifejtette a Fidesz álláspontját. Szerintem meggyőző módon én, ha ez elkerülte volna a figyelmét, akkor nem, szeretném javasolni, hogy azt olvassam, mert az ellenérveket mind megtalálhatók. Köszönöm a figyelem felhívást, elolvastam. És tudnék, én mazohista vagyok néha. És én azt egy szerencsés javaslatnak tartom, amit ön tett, hogy ön készen áll arra, hogy akkor a Fidesz gazdasági programjával kapcsolatos konkrét ellenvetéseket itt most elmondja nekünk. Én nagyon örülnék, mert lehetőség nyílna akkor arra, hogy én is elmondjam, hogy mit gondolok erről, és talán akkor a beszélgetésünk nem az általánosságok szintjén mozogna, hanem az ország lehetséges gazdaságpolitikájáról is láthatnánk néhány szót. Egyetértek. Ugye abban állapodtunk meg, a megállapodás... Nem a programma. A megállapodás persze föl lehet mondani, hogy a tanszék által kidolgozott 8 kérdéscsoportról beszélünk majd, amelyekben több is érintheti ezt a kérdést, úgyhogy a javaslatom az, hogy térjünk vissza rá, hogyha az elnök urak ezt elfogadják. Elnök úr? Hát, ha a miniszterelnök úr nem akar most ezen előhozakodni, akkor én kivárom a soromat természetesen. Nem, hát tényleg megegyeztünk egy menetrendbe, úgyhogy én tartom magam a megegyezésekhez. Legalábbis mindig tartani szoktam magam. Nem fogom elfelejteni, hogy visszatérjünk a kérdésre. Mi a véleményük a választási részvételről? Horn Gyula érintette már különös tekintettel a regionális különbségekre. Orbán elnök úr kezd a megállapodásban. Ez a fájdalmas része a május 10-i választásoknak, hogy ilyen kevesen mentek el. Nagyon sok találgatás látott napvilágot arról, hogy miért mentek el kevesen. Ugye erről senki sem tud biztosat. Nekem is csak egy javaslatom van, amit a figyelmébe tudok ajánlani azoknak, akik érdeklődnek ez iránt a kérdés iránt. Szerintem sokan elhitték, amit a miniszterelnök úr mondott. Az, hogy nincs alternatíva. Ha nincs alternatíva, akkor mi az értelme a választásnak? És sokan gondolták úgy, hogy hát, ha nem lehet változtatni az ország sorsának a menetén, akkor talán jobb, ha otthon maradnak. És nem mondom, hogy ez az egyetlen lehetséges megfejtése ennek a jelenségnek, csak azt mondom, hogy ez az egyik lehetséges megfejtése. És miután én azt hiszem, hogy ez volt az egyik döntő ok, ezért a két forduló között mi azt próbáltuk elérni, hogy elmondjuk a polgároknak, hogy akik otthon maradtak. Hát, ha a miniszterelnök úr nem akar most ezzel előhozakodni, akkor én kivárom a soromat természetesen. Nem, hát tényleg megegyeztünk egy menetrendbe, úgyhogy én tartom magam a megegyezésekhez. Legalábbis mindig tartani szoktam magam. Nem fogom elfelejteni, hogy visszatérjünk a kérdésre. Mi a véleményük a választási részvételről? Horn Gyula érintette már különös tekintettel a regionális különbségekre. Orbán elnök úr kezd a megállapodásban. Ez a fájdalmas
része a május 10-i választásoknak, hogy ilyen kevesen mentek el. Nagyon sok találgatás látott napvilágot arról, hogy miért mentek el kevesen. Ugye erről senki sem tud biztosat. Nekem is csak egy javaslatom van, amit a figyelmébe tudok ajánlani azoknak, akik érdeklődnek ez iránt a kérdés iránt. Szerintem sokan elhitték, amit a miniszterelnök úr mondott. Az, hogy nincs alternatíva. Ha nincs alternatíva, akkor mi az értelme a választásnak? És sokan gondolták úgy, hogy hát, ha nem lehet változtatni az ország sorsának a menetén, akkor talán jobb, ha otthon maradnak. És nem mondom, hogy ez az egyetlen lehetséges megfejtése ennek a jelenségnek, csak azt mondom, hogy ez az egyik lehetséges megfejtése. És miután én azt hiszem, hogy ez volt az egyik döntő ok, ezért a két forduló között mi azt próbáltuk elérni, hogy elmondjuk a polgároknak, hogy akik otthon maradtak május 10-én, azok most látván, hogy az ő részvételüknek lehet értelme, jöjjenek el a második fordulóra. Én nagyon sok helyütt mondtam el az országban, hogy egyetlen voks is megfordíthatja az ország sorsát is. Mindig idéztem azt a néhány példát, amit talán ebben a körben is sokan ismernek, hogy mi minden fordult meg a világon egyetlen voks sorsán. Ugye azt, hogy az Amerikai Egyesült Államokban ma a hivatalos nyelv az nem a német, hanem az angol, az egyetlen vokson múlott. Vagy hogy Franciaország az ma köztársaság és nem monarchia, az is egyetlen vokson múlott. Meg az is, hogy Cromwell hatalmat kaphatott Angliába. A helyzet nem ennyire riasztó, nem akarom ezt mondani. Csak azt szerettem volna mondani, hogy egy voks is eldöntheti, hogy merre halad majd az ország 1998. május 24-e után. Tehát arra kérem a polgárokat, hogy jöjjenek el azok is, akik esetleg 10-én a reménytelenség vagy a változásba vetett csekély hit miatt nem jöttek el választani. Beszéltünk erről, mert többször megnyilatkoztunk. Jó néhányan politikusok. Az okok között minden bizonnyal ott van egy prózai az időjárás. Mert azért nagyon sokan mondták, hogy inkább a kertet választották, mint a szavazófülkét. A másik igazából ennek mélyebb okai vannak, egyetértek képviselő úrral. Mit értek ez alatt? Szóval az emberek kevésbé érzik az, hogy törődnek velünk. Hogy érdemben foglalkoznak az ő problémáik. Ezért minden politikus, ellenzéki kormánypárti felelős. Vagy én amerre jártam, azt tapasztalom, hogy sajnos igen csekély, gyenge a Magyarországgyűlés tekintélye. Sőt, nagyon sokan úgy ítélik meg, hogy a parlamentben, ami folyik napirendek előtt, meg egyáltalán, azok nem az ő sorsukról, az ő igazi kérdéseikről szól, hanem önmutogatás, egymásnak a agyakba döngölés és hasonló stílusba zajlanak. Ez is kiábrándik sokakat a politikában. Van azonban egy tétel, teljes egyetértek Orbán Viktorral, amelyik azt mondja, hogy sokan biztosra vették a Magyar Szocialista Párt győzelmét. Tényleg így van. Hiszen annyira hiteles a politikája, annyira bizonyított az elmúlt 4 esztendő során, sokan úgy gondolták, úgyis megnyeri, hát napnál világosabb, hogy meg fogja nyerni az MSZP a választásokat. Nos, teljes egyetértek azzal is, úgy látszik egyre több, amiben egyetértünk, hogy viszont május 24-én jó lenne, mindenki el tudna menni. De ami érdekes, és ami engem foglalkoztat. Példa az, hogy az emberek érzékelik-e, vagy elmondtuk-e, hogy mit jelent, hogy ez az ország kikerült az adósság csapdából. 25 éven át voltunk az adósság csapdában. Hogy nem magyaráztuk meg például azt, hogy az egyfőre jutó adósság 94-ben 1800 dollár volt, most 800 dollár. Hogy minden egyes export dollárból korábban, tehát 94-ben 42 centet kellett a kamatok törlesztésére fordítani, 98-ban 17 centet. És sorolhatnám tovább, ami kézzelfogható, konkrétan teszi az állampolgárok számára, hogy milyen változás is történt. De végül valami engem nagyon elgondolkodtatott. Nem tudom, képviselő úr, olvasta-e a Románia Magyar Penklub elnökének tegnapi nyilatkozatát? Magyar ember a Gálfaldi úr. Következőt mondja többek között. Őt meglepte, hogy Romániában milyen sokan figyelték a május 10-i választások eredményeit kárörvendő. Na, ezeknél se jobb, mint nálunk, mármint Románia. Hogy vannak irigyeink, nem kis számba, oda át, Románia.
és mások, akik nagyon nehezen tudják elfogadni, megérteni, presztízs kérdést csinálnak abból, hogy ők nem, mi bekerültünk a NATO és a Európa Uniós csatlakozás első körébe. És abban a pillanatban, ha valami zavart látnak, alacsony részvételt, a választások nem várt eredményét, most első fordulóról beszélek, nem a másodikról, akkor rögtön az irítség megerősödik, a kajánkodás, és így tovább. Szóval ez el kell, hogy gondolkoztasson bennünket már amiatt is, hogy ellenzéki vagy kormánypárti képviselők vagyunk, akkor is nagyon is oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan és miként beszélünk erről az országról, ennek az országnak a teljesítményéről és nemzetközi elfogadottságáról. Ez anyagi erővé is válhat, ha úgy tetszik, a legkülönbözőbb tárgyalások. Orbán elnök úr. Szöget ütött a fejembe az a gondolat, amit a miniszterelnök úrtól hallottam, hogy aki otthon maradt, az a szocialistákra szavazott. Mert ha ez így van, miniszterelnök úr, akkor nyilván aki 1994-ben maradt otthon, az 30% volt, az meg a Magyar Demokrata Fórum kormányára szavazott? Hogy volt az 1994-ben? Ugye? Én nem ezt mondtam, hogy aki otthon volt, ránk szavazott, hanem úgy érezték, hogy nincs tétje igazából a tétnek, a választásoknak, hiszen az MSZP úgyis megnyeri a választásokat. És ezért nem voltak olyan aktívak. Tehát akkor jól mindahogy várni lehet. Tehát akkor jól értettem, amit mondott. A másik gondolat, amit én is súlyos ügynek érzek, hogy hogyan mérjük az ország állapotát. A miniszterelnök úr itt, ahogy beszélt, csak úgy röpködtek a fejünk fölött a GDP-k, külkereskedelmi mérlegmutatók, hasonlók. És szerintem nagyon sokan vannak ebben az országban úgy ezzel, hogy az a benyomásuk, mint amikor betegen fekszenek otthon vagy a kórházban, és a fejük fölött az orvosok beszélgetnek. És az a benyomásuk alakul ki, hogy azért beszélnek olyan nyelven, amit ők nem értenek, hogy nehogy kiderüljön, hogy mi a valóságos állapotuk. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy a jövőre nézve, talán a következő esztendőkben szerencsés lenne, hogyha az elvont közgazdasági kategóriák helyett megpróbálnánk az egyébként nyugaton már a közgazdasági kategóriák között polgárjogot nyert nyelvezetet használni, kifejezéseket bevezetni, ahogy Magyarországon élő emberek életminőségéről is tudjunk néhány szót váltani. Ezt azért tartom fontosnak, mert itt van a példa, amit ön említett, az adósság. Én azt komoly eredménynek tartom, hogy Magyarország külső adósság állománya csökken. Két kicsi kérdőjelet kell azonban mögé tennünk. És nem azért, hogy megkérdőjelezzük ezt, mint eredményt, hanem hogy okuljunk belőle a jövőre nézve. Mert minden hiba, amit szerintem önök elkövettek, most már csak abból a szempontból érdekes, hogy milyen tanulságot hordoz, reményeim szerint a mi számunkra, a előttünk álló esztendőkre nézve. És sajnos arról is beszélni kell, hogy a külső adósság egy tekintélyes része átalakult belső adóssággá. Ebben az esztendőben a költségvetési törvényt mind a ketten ismerjük, miniszterelnök úr. Több mint 800 milliárd forint az az összeg, amit a belföldi államadósság kamatterheként ki kell fizetni. Ennek tekintélyes része abból állt elő, hogy átalakítottuk a külső adósságot belsővé. De van itt még egy nagyobb hiba, amiről egyáltalán nem beszéltünk eddig a nyilvánosság előtt, és most ez egy jó alkalom, hogy mindannyiunk hasznára okuljunk ebből a helyzetből. Ugye a magyar energiaszektor eladásából befolyt bevétel tekintélyes részét az adósság törlesztésére fordítottuk. De azok a szerződések, amelyek az erőműveket külföldi tulajdonba adtuk, ezekben a szerződésekben a kormány garantálta a külföldi tulajdonosoknak a 8%-os dollár alapú tőkearányos nyereséget. Ha most valaki kiszámolja, hogy ez mennyibe kerül, akkor azt a meglepő számot fogja találni, hogy az összeg, amit garantált nyereségként ki kell fizetni, az majdnem kétszer nagyobb, mint az a kamatteher, amit fizettünk volna, hogyha tovább törlesztük az adósságot. A különbség az, hogy most nem a kormány fizeti, nem a költségvetés, hanem a magyar családok. Ez nagyon komoly hiba volt, és érdemes a következő kormánynak, amikor majd az adósság menedzselésről gondolkodik, az ilyen példákat beépíteni a programjába. Köszönöm szépen. Ami a növekedés, ugyanarról én nem beszéltem csak az adósságról, de örülök, hogy a képviselő úr szóba hozza, ami a növekedést illeti. Én növekedéspárti vagyok.
Ez az igazság. Nagyon tisztelem a hívőket, de meggyőződésem, hogy az ima nem biztosítja az a jólétet. Nem egy egyedüli eszköze a jólétnek. Ahhoz, hogy ebben az országban megteremtsük a jólétet, vagy egyáltalán, hogy végre ez az ország jómódú legyen, mert még soha nem volt jómódú, arra, ahhoz gazdasági teljesítményre van szükség. És ezt GDP-nek is nevezhetik, vagy bármi másnak, de teljesítmény kell. Más nem ismer el a világ, és más nem ismernek el a mi realitásaink. Ez egy. Amíg második, többször hallottam, olvastam azt, hogy mi a vélemény a Fidesznek a belső hatossága. Sajnálom, hogy a Fidesz a tényekkel, számadatokkal rendkívül nagy vonalon bánik. Nem, ez megfigyeltem, ez egy tapasztalat. Olyan számok röpködnek, elmondja az ön frakció vezetője a parlamentbe, hogy a legfelső 10%, alsó 10% közötti különbség 17-szeres. Miközben a tárki kimutatja, hogy ez a különbség 8-szoros, márpedig a tárki nem hiszem, hogy ellenszenvezne a Fidesz-szel. Nem úgy ismeri, távol állna tőle. És egy sor dolog, nem akarom a számokat sorolni. Tudnék, mi történt? 95 és 97 végé között több mint 1000 milliárd volt a privatizációból a bevétel. Ennek a privatizációs bevételnek a több mint felét, több mint 500 milliárd forintot az adósság állomány csökkentésére fordítottuk. És többek között ebből származik az a több mint 60 milliárdos megtakarítás 97-ben, amelyet a költségvetés föl tudott használni. A másik, a belső államadósság nem növekedett, hanem csökkent. Ezt is elmondtuk már számtalanszor a parlamentben. Tudnélék, nagyon sok, addig még a inflációban, addig még költségvetési deficit, addig még fizetni kell a kamatokat a korábbi bankkonszolidáció nyomán, és így tovább, addig sajnos ez a belső államadósság létezik, de lefelé megy. Energiaszektor. Ugye itt két dolgot javasol a Fidesz, vagy kifogásol a 40 pontos programjával. Az egyik azt mondja, hogy az MVM-et, Paksot, és ezt a távvezeték vállalatot, nem jegyeztem meg a pontos rövidítését, mindegy, akik a távvezetéssel foglalkoznak. Nem a Fideszre gondolt. Azt javasolja a Fidesz, hogy ezt vegyük nemzeti kézbe. Hölgyeim és uraim, mind a kettő tartós állami tulajdonban van. Igaz, nem úgy hívják, hogy nemzeti villamosművek, hanem magyar villamosművek. Hát most kereszteljük át a Fidesz kezvéért nemzeti villamosművekre. A lényege nem változtat. Energiaszektor. Privát. Igen. Így igaz. Ahogy a képviselő úr mondta. A új energia tulajdonosokkal, energia szektorbeli tulajdonosokkal a megállapodás arról szól, hogy nem 5%-os, hanem 8%-os eszközarányos nyereséget kell biztosítani. 8%-os. És feltehetően a Fidesz gazdasági szakértői is tudják, hogy ez miért van így. Azért, mert sajnos Magyarországon a hőerőművek, a szolgáltatók berendezések és így tovább több tíz évesek, 30-35-40 évesek, totális, teljes felújításra szorulnak, és ahhoz, hogy felújítsák, a vállalatok számára nyereség forrás kell. És ebből tudjuk fedezni, illetve tudják fedezni az új tulajdonosok felújítást. Érdemes egyébként megnézni, hogy például a legkülönbözőbb helyeken, Mátrában és máshogy milyen nagy fejlesztési átalakítási programok indultak el. Ennélkül nem lehetne biztosítani a magyar energiaellátás szavatolását. Ami pedig még az árhoz tartozik, egy árképlet van, amelyhez mi... 45-50%-át. Ezt eredményezte az, amit a miniszterelnök úr most véd. Én most már nem akarok a múlttal foglalkozni, nem az érdekes, hogy ezt szerintem elhibáztak. Az érdekes, hogy mit viszünk magunkkal át a jövőbe, tanulságképpen, ezekből az esetekből. Igen, hagyj reagálok. Az utóbbivel kapcsolatban azért hagyj jegyezzem meg, képviselő úr.
Ön is kifogásolt annak idején, illetve az ön frakciója képviselői kifogásolták az MDF kormánynak azt a tehetetlenségét vagy nem akarását, hogy nem lépett az energiaszektorba. Jó, most ma szövetségesük az MDF, ez egy más dolog. De hát azért figyelembe kellene venni azt, hogy mit örököltük. De ami a lényeget illeti, mert ez nem először hangzik el a Fidesz részéről a kampányban. Következő. Ami ezeknek a szerződéseknek a titkosságát illeti. Képviselő. Először is az APVRT felügyelő bizottságában ott van a Fidesz képviselője. Minden anyaghoz hozzájuthat. Minden anyagot igényelhet. A szerződésekkel összefüggésben bármiféle észrevétel van, köteles figyelembe venni az igazgatótanát. Miért nem ott vetik fel? Tovább megyek. Igen, a kormány bemutatta a parlament képviselőinek rendelkezésére, bocsájtotta az összes szerződést. Tekintettel arra, hogy magájogi szerződés is van, ezeket valóban úgy kellett kezelni, hogy azért ne menjen ki az utcára. Kérem, egyetlen képviselő jelentkezett, mert utána néztem, aki meg akarta nézni. Egyetlen egy, aki kíváncsi volt rá, hogy mit tartalmaznak a szerződések Latorcai János. Egyetlen fideszes képviselő nem érdeklődött ezután a szerződések után. Úgyhogy ennyit erről, hogy tudni. Tudnunk kell a polgároknak, teljesen egyetértek. Úgyhogy ezzel nincs gond, de rendelkezésük rá. És végül még valamit, panellakások és egyebek. Egyetértek, hogy az egyik legnagyobb gond. Sőt, én fogalmaztam meg. Jó magam. Azt, hogy bármilyen időszak jön, előbb-utóbb erre az országra zúdul, szakad a panel lakások gondja. De erről nem elég sóhajtozni és politikai jelszavakat megfogalmazni, a megoldásért tenni kell. Igen, most folyik egy átfogó anyagnak a kimunkálása együtt a fővárosi önkormányzattal, hogy hogyan lehet forrásokat teremteni a panel lakások felújítására. Mindenhogy képviselő úr. A kormány nagyon intenzíven foglalkozott és kialakított egy támogatási javaslatot a kamattartozások ügyében. A köztartozásokkal összefüggő problémák kezelésére hozzá szeretném tenni, itt a legnagyobb gond mindegyiknél az, hogy hogyan lehet igazságossá tenni a rendszer. Tehát, hogy ne az kerüljön hátrányba, aki tisztességgel fizeti a közüzemi díjakat, a lakáskamatot és így tovább. De mindegyikkel foglalkozunk, mindegyik itt van, és nem csak politikai eszó, mint hogy a legrászorultabbak számára biztosítjuk az energia és a gázár kompenzációt. Úgyhogy én örülök, hogy ilyen igényeket fogalmaz meg a képviselő úr, de ezek nyitott ajtót való dörömbölést jelentenek, hiszen a kormány kidolgozza a konkrét programokat. Tessék, parancsolj! Az előttünk, a beszélgetés előttünk álló szakaszára nézve is szeretném mondani a miniszterelnök úrnak, hogy méltatlannak tartanám a mostani beszélgetésünk súlyához azt, hogyha rendre arra kényszerítene a miniszterelnök úr, hogy arra emlékeztessem, hogy nem biztos, hogy nem csalja meg az emlékezetet. Ilyen például az energia szektor eladásáról szóló szerződések nyilvánossága. Azért nem akarom ezt a vitát itt most lefolytatni, mert a magyar parlamentnek vannak jegyzőkönyvei. Fidesz képviselői számos alkalommal szólaltak föl, tettek föl kérdést, és kérték a dokumentumok képviselők számára való hozzáférhetőségét, amit önök rendre megtagadtak. De ez volt az utolsó ígérem, miniszterelnök úr, amikor egyszerűen azt mondom önnek, hogy rosszul emlékszik. Másképp történt, mert nem ezt kellene találni. Kérem, én is azt mondom, mint Orbán Viktor, hogy ha beszéljenek a tények, bemutatta a kormány, egy ember tartott rá igényt. Ha a Fidesz frakciója igényt tart rá, megnézheti, semmi akadály. Ha nem kíván válaszolni, akkor én a magam gondolatai alapján tovább lépnék. Nyilván a választók annak alapján is döntenek majd a pártok közül, hogy hogyan értékelik a múltat, de úgy gondolom, hogy annak alapján is, vagy még inkább annak alapján, hogy mit gondolnak a jövőről. Milyen országban szeretnének önök élni 2002-ben? Milyen lesz 2002-ben ez az ország az önök vágyai szerint? Mennyivel lesz kevesebb szegény ember? Mennyi lesz az infláció? Mennyi lesz stabil a gazdaság és a politikai élet?
Ki jön elsőnek? Azt hiszem, hogy ön. Nem, mert hát a gazdaságpolitikáról, egyebekről nem beszélünk. Hát engem nagyon érdekel az, hogy mit mond az elnök úr a saját programjáról. Én pedig szívesen beszélek róla. Hát akkor tessék! Nem csak ez, ha jól tudom, a nyolcadik az utolsó téma, nem? Igen, úgy érezte. Nem, ja, hogy fordítsuk meg? Úgy de semmi kifogás. Most passzol ide, igen. Nem, csak kíváncsi vagyok. Ehhez én nem kellek, ugye? Orbán elnök úr, kívánja kezdeni? Vagy mindegy? A miniszterelnök azt mondta, hogy komoly kifogásai és kérdései vannak a Fidesz gazdaságpolitikájával kapcsolatban. Én állok rendelkezésre. Az egyik az, amit a Fidesz megígér a programjában, alapvetően a következő. Ugye, hogy keményen fogja radikálisan jelentős mértékben csökkenteni a közterheket. Egyrészt ezt mondja, illetve ezen belül a SZIA-t, TB járulékot, ami ugye most nyugdíj biztosítás és egészségbiztosításért járulék. És mondja azt, hogy ennek nyomán rögtön megindulnak azok a pénztárak felé, akik eddig nem fizettek adót vagy járulékot. Mert rádöbbennek arra, hogy ez nem igazságos, hol az a pénztár, hogy fizessen be a köztartozásokat. Nekem ezzel az a gondom, és a nemzetközi szakértők is azt mondják, hogy ez így nem működik. Ez, hogy most mindenki magához nyúl, aki eddig nem fizetett, nem fog magához nyúlni. Tudnék, minden országban igazából az hat az adó vagy a járulék fizetési morára, ha nagyon szigorú az elszámoltatási, a behajtási rendszer. Hát így például az Egyesült Államokban gyakorlatilag az adóhivatalnak mindenre van hatáskör. Bármit csinálhat, eljárhat. Na ez az egyik dolog. És ez a Planeco is ugyanezt mondja egyébként. Azért én azt a Washington intézetnek a véleményét azért figyelemre méltónak tartom. A másik, én kiszámítottam szakértőkkel, hogy mit jelenten ez a radikális csökkentés a GDP növekedéshez viszonyítva. És kiszámították, hogy évente körülbelül 21%-os növekedésre lenne szükség, hogy a csökkentés miatti bevétel kiesést fedezzék. 21%. Na, olyan párthatározatot nem lehet hozni. Hogy 21%-os növekedés biztosítsanak, mert ráadásul már nem is párthatározat vége, nem párthatározat kérdése a növekedés, hanem az, hogy milyen feltételeket teremt a kormány a növekedés számára. Ez az egyik igazából nagy problémám, mert ez erre tér vissza állandóan. Hát a 40 pontból, ha jól számoltam, közel 20 vagy 21 van olyan, amelyik ilyen ígéreteket jelent, a legkülönbözőbb, ja bocsánat, a másik terület, hogy gyakorlatilag minden társadalmi csoportnak, rétegnek több támogatást ígér a Fidesz. Miniszterelnök úr, szinte senkit nem hagynak ki ebből. Kérhetem-e azt, hogy miután ezek súlyos ügyek, haladjunk egyenként? Tehát ha az első problémája... Akkor először a csökkenés. A miniszterelnök úrnak az első problémája a tévjárulék csökkenés, hogy ez nem egészen világos az ön számára a programból, igen, akkor én szívesen elmondom, hogy hogyan szerepel. Szívesen meghallgat. Na most nyilvánvalóan párthatározat ügyben nem fogok vitatkozni önnel. Helyes. Most, ami a TB járulék csökkentését illeti, ez valóban az egyik legsúlyosabb és szerintem legígéretesebb pontja a Szabadság és Jólét címet viselő programunknak. Azt mondja a programunk, hogy a mi gazdaságpolitikánk arra tesz majd kísérletet, hogy 4 esztendő alatt a TB járuléknak a mértékét 50%-kal csökkentse. 4 esztendő alatt 50%-kal. Miért fontos ez? Magyarországon ma 500 000 embert, 430 000 embert tartanak nyilván munkanélküliként, 1 millió embernek nincs munkája. Egy olyan országban élünk, ahol 1 millió embernek nincsen munkája. Ezért a következő kormánynak gondoltuk mi. Az a legfontosabb feladata, hogy megpróbáljon munkát adni az embereknek. Azt mutatják az ön által is idézett nemzetközi tapasztalatok, hogy tömeges méretekben munkát adni az embereknek
a kis- és középvállalkozók tudnak. Ha ön elmegy, miniszterelnök úr, ma egy kis- és középvállalkozóhoz, és megkérdi tőle, hogy miért nem ad több embernek munkát, miért nem alkalmaz több embert, akkor azt a választ fogja kapni tőle, hogy azért, mert ma olyan adó és TB jogszabályok sújtják őt, amelyek ellenérdekelté teszi, hogy újabb embereket vegyen föl. Ez egy általános, szerintem reális vélekedés a magyar gazdaság művelőinek körében. Ezt a programpontot, hogy a TB járulékot egyébként 4 esztendő alatt 25%-kal kell, 4 esztendő alatt 50%-kal 25%-ra kell csökkenteni, ez első gondolatként egyébként nem is a Fidesz szakértőjének a fejében fogalmazódott meg, hanem a magyar vállalkozók fejében. A gazdasági érdekképviseletek mindezt mondják. Nem tudom, a miniszterelnök úr biztosan olvasta a napokban a magyar adórendszer atyának, Kupa Mihálynak a nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy 230 milliárd forint a TB kintlévőség az országban. Ennek az egyik oka az, amit ön is mondott. A fegyelmezetlenség és az állami akaratérvényesítés gyenge minősége. A második oka azonban az, hogy ilyen terheket nem is fognak befizetni. Ezért javasolja a magyar adórendszer egyik föltalálója, egybehangzóan egyébként a Fidesz programjával, hogy csökkenteni kell, érzékelhetően, ha úgy tetszik, hogy ön fogalmaz, radikálisan csökkenteni kell a TB járulék mértékét. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ki fog munkát adni az embereknek? Nem a néhány százezer vállalkozó miatt kell ezt megtennünk, bár hozzáteszem, ez is elég súlyos indok lenne önmagában. Hanem azért, mert csak rajtuk keresztül tudunk segíteni azokon, akik amiatt éreznek ma kétségbeesést, amiatt nem bíznak a jövőben, mert nem látják, hogy hogyan lesz munkájuk. Tehát ez egy munkahelyteremtésre irányuló javaslat. És lehetséges-e ez, vagy nem? És nincs meg azt a számítást, amit ön is itt mondott, 21%. Lehet, hogy ez meglepi önt, mert tudom, hogy a számítást a Nemzeti Bank elnöke készítette, és átküldte az ön irodájának, amit a nyilvánosság előtt már be is vallott, de sajnos én hiába kértem ezt a számítást, nekünk nem adta oda. Én elküldöm. De tudja, ez egy kicsi ország, és az ember igyekszik, azért sok mindent megtudhat. Így például ezt a számítást is ismerem. Ennek a számításnak az a problémája, miniszterelnök úr, kérem, hogy a Nemzeti Bank munkatársai az 50%-os TB csökkentést egyetlen évre számolták. És a mi programunkat, ha megnézi, az egy 4 éves terv része. Tehát 4 év alatt szeretnénk. Elnézést, elnök úr, de itt az egész számítás sántít valahol. Először is nem igaz, amit a munkanélküliségről mondott. Valóban 1993-ban a munkanélkülek száma 750 ezer körül volt. Ma 460 ezer körül van. 460. 98 első 4 hónapjában 70 ezer új munkahely jött létre. Számok, ön is számot mondott, én is számokat mondom. Na de micsoda különbség, miniszterelnök? Hát, óriás. Teljesen egy... Teljesen egyetértek, hogy óriási különbség van ön által mondott 1 millió és a 460 ezer között. Teljesen egyetértek. Több mint 200 ezer új munka jött létre egy kormányzás alatt. 200 ezernél több. És hozzá szeretném tenni. Mindig azt mondtuk, hogy a magyar gazdaság három pilléren nyugszik. A multik és nagy multicégek, nem véletlenül 40. A világ első 50 cége közül itt van Magyarországon, a második a hazai nagyvállalatok, és harmadik és kis- és középvállalkozók. Ön a kis- és középvállalkozókat említette. Elnök úr, a következő a helyzet. Nagyjából ugyanaz a számok, sőt, ezen belül a kis- és középvállalkozókon belül a legkevesebbet foglalkoztató kisvállalkozók száma azért nő. És nő a családi vállalkozók a köre is. Teljesen egyetértek azzal, hogy ezt tovább lehet és kell növelni. Hogyan? Az egy sor hitelkonstrukció jött létre az ő számukra. Nagyon kedvezményes hitelkonstrukció. Kettő, nem tudom, hogy tudja a Fidesz, hogyha eleget tesz meghatározott feltételeknek egy vállalkozó, akkor az adójának összesen mintegy 60%-át nem kell befizetnie, megtakaríthatja. A harmadik. Ami miatt panaszkodnak, az a sok adminisztratív megkötöttség. Teljesen igazat adok, ezen változtatni kell, méghozzá radikálisan. Hát 4 év alatt se sikerült mindennel foglalkozni.
sok mindennel foglalkoztunk benne. De amit én döntőnek tartok, először is nem igaz, hogy a többségét elvonja az állam az ő jövedelmüknek. Nem 60%-ot vonál, hanem minden 100 forintból 60 hagyott és 40-et vonál. Hogy jobb arányt is lehetne? Igen, lehetne, ahogy halad előre a gazdaság. Nem igaz, amit mindenütt úton útfélén mond a Fidesz, hogy például tavaly csökkent az árbevételük. Egyszerűen nem felel meg a valóságnak. Önök azt mondták, hogy 9%-a csökkent az árbevételük, a KSH pedig azt mondja, hogy közel 23%-kal nőtt, és nem csökkent az árbevételük. És hozzátenném, a középvállalkozások az elmúlt 3 évvel alatt erőteljesen fejlődtek. Előre kell lépni, egyetértek. Sok mindent kell még csinálni, többek között beszállítói karta. Ha nem véletlen állapodtunk meg a multikkal, ipari parkok, vállalkozói vezetek, stb. Amelyek mind azt jelentik, hogy a nagyvállalatokhoz kapcsolódhatnak be beszállítóként a kis és középvállalkozók. És erre számtalan konkrét adat, példa, stb. Van. Végül még valamit, azért ezzel a programmal kapcsolatban átküldöm a MNB-nek az értékelését, a pénzügyminisztériumét, a gazdaságkutató intézetét, a Planeco-nak az értékelését. Mit küldjek még át? Szóval mindent át fogok küldeni, elnézést. Nem, hát az elnök úr jelentkezett volna ezzel egy igénye, szívesen kielégítettem volna, semmi gond. Úgyhogy ezeket én meg tudom küldeni, hiszen semmi titok nincs bennük. Hogy, mert van olyan számítás is, hogy amit önök ígérnek, az nem 21, hanem 28%-os növekedést igényelne. Na most nézze meg, vesse egybe ezeket a számokat. De egy konklúzió a következtetése mindegyiknek van. Ez pedig az, hogy amit az önök programja tartalmaz, ami nem más, mint egy mesterséges növekedés előidézése, és egy gerjesztett infláció, az minden normális közgazdasági felfogásnak és törekvésnek ellentmond. Ebbe egyetértenek mindazok, akik elemezték a programjuknak ezt a részét. Mert még az osztogatásról nem is beszéltünk, elnök úr, mert az a másik része a programjuk. Természetesen az is egy lehetséges módja a vitának, hogyha a miniszterelnök úr az érveit írásban átküldi, másokra hivatkozva hozzánk, de az is egy lehetséges módja, hogy elmondja esetleg itt nekünk, hogy a tévé képernyő előtt ülők is megismeressék az érveket. Azt kell mondanom, hogy utoljára teszem ismét miniszterelnök úr, mert estellem a KSH-ra hivatkozik, amikor azt mondja, hogy a kis és középvállalkozóknak a forgalma és a bevétele növekedett. A termelés 1/5 adó középméretű cégek, 51 és 300 fő között alkalmazók, mondja a KSH jelentése, 9%-kal bővítették termelésüket, ami derék. Még a 11 és 50 fős gazdálkodók teljesítménye 8%-kal csökken. KSH, szerintem ugyanazt kapom én is, mint amit ön szokott kapni. Tehát ez a számadat itt így olvasható. Bevallom őszintén, mielőtt mindenki örül, akinek kell örülni, azért vegyék figyelembe, hogy ez 97-es kiadvány, és 98 szól a 97-es. Most fogok következni ezzel, hogy nehéz úgy vitatkozni a gazdaságról, hogyha a tények előtt nem hajlunk meg. Most miniszterelnök után elmondta ezt a számot, hogy 98-ban ez már másképp van, most Ezt kell megerősíteni. Szóval mindenfajta erőltetett, populista és nem tudom milyenféle gazdaságpolitikai lépés ezt az esélyt veszélyezteti, meggyőződésem szerint. Tehát, hogy el tudjunk jutni, és minden esélyünk megvan, sőt, ebben a térségben Magyarországnak van a legnagyobb, ha nem egyedüli esélye erre, hogy 2002-re ezt elérje. És ezt a politikának minden lehetséges eszközzel elő kell segíteni. A harmadik a felzárkózás, csatlakozás. Mi azt szeretnénk, és megvan ennek a valóságos alapja,
hogy 2002-ig mind a NATO, mind az Európai Unió tagjai legyünk. És mind a NATO-nál, mind az Európai Unió olyan nagy tétek vannak, mint a szociális boldogulás, mint pedig az ország biztonsága és versenyképessége, helytállása ebben az óriási küzdelemben, amely a térségben, Európában, világban zajlik. Ezek a feladatok. Az én... Elnézést még nem fejeztem be, úgyhogy elnézést, elnök úr. Azért arra is gondolni kell, hogy a 20. század ennek a nemzetnek a nagy vesztességek százada volt. Szinte csak veszített a nemzet ebben az évszázad. Most nyílik először lehetőség erre, arra, hogy a 21. százada mi számunkra a nyereségek százada legyen. Tudni, ami nem volt soha a magyar történelemben, két dolog. Az egyik, hogy amivel rendelkezünk, ami nekünk előny, például a verseny előtt jelent, a magyar tudás, a magyar kreativitás, alkalmazkodó képesség. Vagy ide tenném például a mezőgazdaságot, mert hiszen Európában egyedülálló Magyarország, itt a legnagyobb a mezőgazdaságilag hasznosítható terület Európában, már az ország területéhez képest. Hogy ezeket megpróbáljuk érvényesíteni az elkövetkező évek során. Tehát először van összhangban a magyarországi adottság lehetőség a nagy világ kihívásokkal. És ezt vétek lenne nem kihasználni. A másik, hogy Magyarország stabilizáló tényező a közép-kelet-európai térségben. Ilyen szerepet soha nem töltött be ez az ország. Ezt értem a békekötés alatt, a megbékélés, a kiegyezés és minden egyéb kifejezések megvalósítása alatt. És azt hiszem, ezt a társadalmam is kívánja. És végül még valamit hagyd tegyek hozzá. Szóval minden külföldi és egyéb szakértő elismeri, hogy ma Magyarország a reményre jogosító országok élvonalában van. Sőt, élén van. Mi korábban a reménytelenségi rangsor alsó kategóriájában, fázisában volt. Azon múlik minden, hogy ezeket az esélyeket megvalósíthassuk, hogy ki tud-e alakulni egy olyan fajta politikai vezetés, kormányzás, országgyűlés, amely félreteszi a sekélyes, alpári dolgokat, vitákat, és megpróbál a nemzet érdekébe dolgozni. Tehát ha elmulasztjuk ezt a lehetőséget, akkor nem bocsátja meg nekünk senki sem. Én erre gondolok a következő 4 év kapcsán. Először is kellene alakítani egy jó kormányt. Ahhoz, hogy az első intézkedésekhez hozzáláthasson. Ehhez az kell, hogy olyan pártot tüntessenek ki a polgárok a bizalmukkal, amelyik nem tesz majd engedményeket a programja rovására. Tehát azt a programot hajtja végre, amelyre a nyilvánosság elé lépett. Ez nagyon fontos dolog. Nem tudom, önök ismerik azt a történetet, amikor a rossz koalícióknak súlyos következményei vannak, ugye, miniszterelnök úr, kérem. Biztosan van, aki ismeri azt a történetet, amikor a csiga meg a teknősbéka mennek egymás mellett. Ez a koalíció, a rossz koalíció kiváló példája. És azt mondja a csiga, hogy hála Istennek lassan haladunk. Ennek tovább megint azt mondja a csiga, hála Istennek lassan haladunk, és ez így megy, még végül a teknősbéka elveszti a türelmet, és azt mondja, hogy na de csiga, hát miért mondod állandóan azt, hogy hála Istennek lassan haladunk? Mire a csiga? Hát azért, mert rossz irányba megyünk. Ez tehát az ehhez. Van egy ütőképes kormány, amely nem járt úgy, mint a csiga. Abban az esetben van az első intézkedés, az a korrupció és a közbiztonság kérdése. Gazdaságpolitikáról sokat lehet vitatkozni. Nagyon nehéz, nagyon bonyolult kérdés egy magyarországi méretű ország esetében jó gazdaságpolitikát végrehajtani. Én ezt készséggel elismerem. Nem így áll a helyzet a közbiztonság esetében és a korrupció esetében. Mert az eltökéltség és akarat kérdése elsősorban. Ezért a következő kormánynak itt kell először eredményeket elérnie. Most a korrupció az különösen fájdalmas dolog. A Fidesz programját elkészítő szakértők különböző számításokat végeztek,
remélem a következő kormány ezeket majd tudja használni, ahol kiszámoltuk, hogy mekkora volt Magyarország vesztesége amiatt, hogy nagyipari méreteket öltött a korrupció Magyarországon az elmúlt 4 évben, és hogy rossz privatizációs döntéseket hoztunk. És ez az összeg, amit elvesztettünk 4 esztendő alatt, ez 1200 milliárd forint, amit ha érthetővé akarok tenni, akkor azt kell mondanom, hogy a korrupció és a rossz privatizációk miatt minden magyar család az elmúlt 4 esztendőben 500 ezer forinttal lett szegényebb. Ezért az első teendő ennek a megállítása. Mindig azt mondtam, hogy ha a korrupciót fel akarjuk számolni, akkor a következő kormánynak a belülről kifelé és felülről lefelé elvet kell követni. Először a kormányban kell rendet rakni, utána az államigazgatási szervekben, és úgy kell haladni aztán a gazdasági élet felé. Tehát egyetértünk, hogy a legfontosabb teendő korrupció és közbiztonság felszámolása. A következő, tehát a második számú teendő, amit az ön kérdésére meg tudok jelölni, az az 1999-es költségvetés elkészítése. És a mi számunkra a 99-es költségvetés elkészítése azt jelenti, hogy a családi típusú adózást be kell vezetni az adórendszerbe, a nyugdíjak reál értékét garantáló passzusokat be kell vezetni a költségvetésbe, és a TB-járulékoknak, itteni vitában már többször említett, jelentős mértékű csökkentését végre kell hajtani. És van egy közvetlen harmadik kategóriába sorolható feladat, hogy megindul a tanév szeptemberben. És ezért az első intézkedések között ott kell lenni a tandíj eltörlésének, hogy azok, akik szeptemberben kezdik meg főiskolai és egyetemi tanulmányaikat, azoknak már ne kelljen tandíjat fizetniük. Amire persze megint lehet azt mondani, hogy nincs a tandíjra pénz, de hát mindannyian tudjuk, hogy az összes magyar főiskolás és egyetemi hallgató mindösszesen 2 milliárd forintot fizet be tandíjgyanát. Én azt állítom, hogy még a Fidesz a mostani kormányétól eltérő gazdaságpolitikája, ha nem tud megindulni 99-ben, akkor is lehetséges, a mostani költségvetés keretszámai mellett is lehetséges volna, hogy ősztől már ne kelljen tandíjat fizetni. A magyar költségvetésben erre a 2 milliárd forintra megvannak a források, többet is meg tudok nevezni, például a rádiótelefonok lehallgatására alkalmas eszközöket a kormány nem megvásárolta, hanem bérli egy cégtől, és minden évben bérleti díj gyanánt 2 milliárd 300 millió forintot fizet, ami ugye több, mint az összes magyar diák tandíja. Tehát a harmadik csomag az a tandíjmentesség megteremtése 1998. szeptemberétől. Műsorvezető úr, hány percünk van még? Hát attól függ. Ugyanis ugye abban állapodtunk meg, hogy 90-100 perc, de ha mondjuk 110-ben állapodtunk volna meg, akkor még lenne 10 perc, de nem. Megállapodástól függ, de először reagálnék, és tessék. Akkor egyetértés van köztünk, hogy befejezzük akkor? Miniszterelnök úr, ahogyan ön óvhatja. Jó. Na, az első, amit szeretnék mondani, a korrupció. Nagyon örülök annak, hogy a Fidesz partner a korrupció leküzdésében. És azt hiszem, nem kell itt emlegetni konkrét dolgokat, mert úgy érzem, hogy a vita stílusa olyan, már ennek a több mint 100 perces vitának a stílusa, nincs értelme egyik párt képviselőjének a másik pártra mutogatni. Azt hiszem, közérthető, hogy miről nem beszél. De örülök, hogy a Fidesz ennek a korrupciónak az élharcosai közé tartozik. Egyébként hagyj jegyezzem meg. Magyarország se kivétel, a korrupció így van, de nem jár élen az országok között. A legújabb statisztika szerint 28. helyen vagyunk valahol a középmezőnyben. Ez bennünket nem vigasztal. De szó sincs arról, hogy Magyarország, mint hogy megjelentek itt a választási kampányban olyan kijelentések, hogy a legkorruptabb ország és hasonlók. Ez így nem igaz. Amit én fontosnak tartok, hogy beszélni lehet róla, de konkrétan milyen intézkedés születik. Mert például a tömeges privatizáció befejezése mindenképpen nagyon sokat segít a korrupció elleni fellépésbe, vagy a korrupcióval kapcsolatos feltételezések, hitek gyöngítésébe. Tudnélik, hogy a pályázat útján kerültek privatizálásra a cégek, a vesztes szinte mindig korrupcióról vagy annak gyanújáról beszélt. Most ez végre megszűnik. A másik, megszületett a közbeszerzési törvény.
Az eddigi tapasztalatok alapján módosítani is kell, de minden törvényen így vagyunk, pláne gazdasági természeti törvényen, hogy 2-3 évi tapasztalat után módosítani kell. A harmadik ilyen, ami ugyancsak nagyon fontos, ez pedig az, hogy megszületett nagy viták, nagy tépelődések közepette az összeférhetetlenség, a képviselők összeférhetetlenségéről szóló törvény, és ezt folytatni kell az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségéről szóló jogszabályalkotása, és sorolhatnám tovább. Tehát azt hiszem egyetértünk abba, hogy nem elég csak kívánni a korrupció csökkentését, megszüntetést, nem tudom, hol lehet ezt elérni, hanem ehhez konkrét intézkedésekre van szükség. A 99-es költségvetés miért fontos? Mindenek előtt azért, mert legkésőbb a következő kormánynak be kell októberig terjeszteni. A gazdasági pénzügyi világ ebből a költségvetésből fogja megítélni, hogy lesz-e lényegi változás a kormány gazdaságpolitikájában vagy sem. Ahogy én tapasztalom, gyakorlatilag nincs olyan számottevő pénzügyi, gazdasági cég, vállalkozás, amelyik ne azért drukkolna, hogy maradjon a mostani kormányzati politika. Én ezt tapasztalom. Megnyilatkozásaik, stb. Minden alapján. Tandi, tessék nekem megmondani, ez megint csak a társadalmi igazságosság kérdésehez tartozik. Hogy a Tandi elviselhetetlen terhet jelent a érintettek számára? A Tandi töredéke a tanítatás, a tanulás költségének. Töredéke. Egyébként gondolom az a nagymama, hát az is nem szerepelteti tovább a Fidesz, mert hát ingyenes tanulást azért nagyon nehéz megvalósítani, pláne olyan eszközökkel, amelyek végül is nem gazdaság, vagy nem EU-konformak. Én sokkal fontosabbnak tartom például azt az esélyközalapítvány, amely valóban a rászorultaknak biztosít olyan támogatást, hogy a középiskola utolsó osztályától a felsőiskola egyetem utolsó osztályáig biztosítsa a tanítatás költségeit a valóban rászorultak számára. Vagy nagyon fontosnak tartom azokat az új megoldás konstrukciókat, amelyek elősegítik, hogy tényleg egyetlen tehetséges gyerek se kallódjon el ebben az országban. Ez például azt jelenti konkrétan, hogy jó néhány nagy céggel és multikkal és hazai nagyvállalatokkal sikerült tető alá hozni egy olyan megállapodást, hogy ők is támogassák egy pénzügyi alapból, az esélyalapítványba beszállva, a rászorulóknak a tanítatását. Tehát ezek, amik fontosak. És végül még két dolgot hagy mondjak. Ez már túl azon, amit a elnök úr mondott, meg túl azon is, hogy hát az időnk befejeződik most. Az egyik, van egy amerikai közmondás, amelyik úgy szól, hogy ami nem romlott el, azt nem kell megjavítatni. Szerintem ez vonatkozik a mostani időszakra, a választásokra is. És ha nem kell, ha mindenáron javítatni akarsz, akkor ne bízd kontára. Na ez az egyik, amit szeretném. De a másik, ami igazából fontos, teljesen igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy ez az ország, ez a nemzet mindig félbehagyta a dolgait. Elhatározott valamit, belevágott valamibe, és soha nem vitte végig. Ez végig kísérte a nemzet egész történelem. Hát egyet szeretnék, hogy most, amit elhatároztunk a rendszerváltáskor, hogy azt vigyük végig. Mert ez a kormány a miénk. Az MSZP liberális kormány az, amelyik valóban megvalósította a rendszerváltáskor kitűzött célokat. Piacgazdaság intézményrendszerének kiépítését, tömeges privatizáció megvalósítását, felzárkózás és így tovább. Szóval egyszer tartsunk ki emellett, amellett, amit elhatároztunk, és ez rendkívül fontos lenne, akkor valóban nem az európai peremre, nem a balkáni országok körében, hanem a fejlett országok sorába fogunk kerülni. Ezért mondtam döntő fontosságúnak azt, ami elkövetkezik az május 24-én és azt követő napon. Most ami a...
ami a magyar történelem sajátos és újra megtörténő megszakítottságát, erőszakos megszakítottságát illeti, abban egyetértek önnel. Valóban ezen ment keresztül a 20. században a magyar társadalom több alkalommal is. Ami azonban a jövőt illeti, hát hogy erről azt gondolom, hogy nem szükséges többet beszélnünk. Ami pedig a jövőt illeti, ott azzal mélyen egyetértek, hogy a következő kormánynak a közbiztonságról nem csak beszélnie kell, hanem tennie is. Általában a kormányok vannak abban a helyzetben, hogy nem csak beszélniük lehet, hanem tenniük is. Ez is egy komoly tanulság a mögöttünk hagyott négy esztendőből. És a teendők, azok sürgősek. A Fidesz számára a szabadság az egy nagyon fontos érték. Az emberi élet alapföltételeihez tartozó érték. És nagyon szomorúan láthatjuk azt Magyarországonban, hogy a szabadság, pedig már 8 esztendeje elértük azt, nem szülte meg a maga rendjét. Nincsenek a dolgok a helyükön. A következő kormánynak ezt orvosolni kell, mert ha a közállapotaink úgy maradnak, ahogy most vannak, akkor azok fel fogják falni a szabadságot. A következő kormány tehát, ha polgári kormány akar lenni, és a szabadság értékét akarja szolgálni, akkor tudom, hogy szigorúan koppan a szó sokak számára, de bizony a rend kormányának is kell lennie 1998 után. Ami pedig a tandíjat illeti. Miniszterelnök úr, kérem, az nagyon sok gyermek számára és család számára egy felesleges és nehéz teher. Ha egyetértünk abban, hogy ez a 2 milliárd forint nem föltétlenül innen kellene, hogy bekerüljön a felsőoktatásban, mert a magyar költségvetés, az előbb csak egyetlen példát említettem, többet is tudnék, hogy tudna segíteni és forrást teremteni erre a 2 milliárd forintra, akkor miért kell főiskolát és egyetemet végző diákoknak tandíjat fizetniük? Én a Fidesz programjában a legfontosabbnak, a szívemhez legközelebb állónak éppen azt érzem, hogy az első diploma megszerzéséig legyen az oktatás ingyenes. Legyen tandíjmentes. Én akkor leszek elégedett bármelyik kormánynak a működésével, hogyha az egyszerű családokból, meg faluról származó emberek, ha tehetségesek, meg szorgalmasak, akkor ugyanúgy kiemelkedhetnek, mint ahogyan jó néhánynak talán közülünk a sors ezt lehetővé tette. Ez a legfontosabb, ha úgy tetszik, az én részemről a legszemélyesebb elkötelezettségem, amelyet a következő kormány működése során mindenképpen szeretnénk érvényesíteni. A tandíjat szeptembertől ne kelljen befizetni. Ezzel azt üzenjük meg Magyarország minden családjának, hogy velük van a kormány. Nem tesz a vállukra felesleges terheket. Igenis akarja, hogy a tehetségesek és a szorgalmasak boldoguljanak. Azt üzenjük meg, hogy a kormány tudja, hogy tehetség, szorgalom és vagyon nem azonos arányban osztattak szét közöttünk. Ezért egy olyan oktatási rendszert kell teremteni, ahol nem a családok vagyoni helyzete szabja meg, hogy kiből mi lesz. Ez a célunk. Szeptembertől nagyon remélem lesz módunk arra, hogy meg is valósítsuk ezt a célt. Csak 3 mondat, jó? És nem akarom tovább húzni, nem akarok visszaélni az időbe. Minden demokratikus pártnak sajátja a szabadság. És a szabadság igenlés. Ez nem vitatom. De azért hagyd mondjak el valamit ehhez. Az elmúlt 4 évben Magyarországon senkinek nem kellett félnie a kormánytól vagy a hatalomtól. Csak 3 mondat, jó? És nem akarom tovább húzni, nem akarok visszaélni az időbe. Minden demokratikus pártnak sajátja a szabadság. És a szabadság igenlés. Ez nem vitatom. De azért hagyd mondjak el valamit ehhez. Az elmúlt 4 évben Magyarországon senkinek nem kellett félnie a kormánytól vagy a hatalomtól. Ez is egy nagy dolog. Szemben az előző időszakkal. Közbiztonság. Igen. Nagyon sokat tettünk konkrétan, és nem csak szavakban. És tovább kell ezt folytatni, mint első számú prioritás. És végül még valamit. Én úgy vagyok vele, hogy az ember próbáljon az eredeti törekvéseihez igazodni, eredeti követeléseihez, bár rugalmasan is lehet kezelni. A Fidesz most nagyon szép szavakat mondott, az elnök úr is ragaszkodik a tandíjmentességhez. 94-ben még a tandíj
bevezetését szorgalmazta és támogatta. Úgy látszik, hogy a Fidesz is fejlődőképes, és én ennek örülök, hogy változik az álláspont. Köszönöm szépen! Három mondat jár Orbán Viktornak is természetesen. Most, hogy a miniszterelnök úr utolsó mondata a filozófikus kérdéseket is érintett, vagyis, hogy a változás az jó-e vagy rossz? Ez egy nagyon fontos kérdés. Én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy ebben az országban semmit sem szabad folytatni úgy, ahogy az most folyik. Nem szabad, hogy folytatódjon az elszegényedés, nem szabad, hogy folytatódjon a korrupció és a közbiztonság romlása. Mindenképpen változtatni kell. A változásnál mindig azt kell mérlegelnünk, hogy a változás az ország polgárainak érdekét szolgálja-e vagy sem. Ha pedig valaki az álláspontját változtatja esetleg, ott pedig azt érdemes mindig nézni, hogy vajon előnyére vált-e ez vagy nem. Én nem akarom a miniszterelnök urat természetesen ilyen megjegyzésekkel zavarni. De én nekem nem az volt az önök kormányának működése során, vagy az ön személyes döntéseinek a során a mérce, ami alapján véleményt formáltam az ön döntéseiről, hogy változott-e vagy nem. Mert azt gondoltam, hogy voltak olyan változások, amelyek az ország érdekét szolgálták. Tehát én úgy hiszem, hogy mindannyiunk közös érdekét szolgálta az, hogy önök ma már az Európai Uniót támogatják. Jó. És nem a KGST. Úgy gondolom, hogy az ország érdekét szolgálja, hogy vége van a Varsói Szerződésnek, és most már a NATO felé igyekszünk. Én ezt egy jó dolognak tartom. Tehát én ezt nem rovom föl, nem kifogásolom. Nem hiszem, hogy csak azért, mert változás történt, ezt robására kellene írni akár önnek, akár a pártjának, akár az önkormányának. Úgyhogy a változásokat is mindig érdemes a jövendő lehetőségei, a jövendőre hordozott és szóló ígéretei és lehetőségei szempontjából nézni. Úgyhogy én minden változást, ami történt, és történni fog majd még a Magyar Szocialista Párt programjában, vagy akár a mi programunkban, azt én mindig ezen a szemüvegen keresztül fogom nézni, és meggyőződésem, hogy akkor járunk el helyesen, hogyha ezt így tesszük. Elnézést, szabad még 2 perc? Persze, csak aztán a sportszerűség megint csak ugye azt kívánja, hogy akkor... Nem, utána befejezhetjük. A tőzsdére látogatott az elnök úr a napokban, és ott azt nyilatkozta, hogy fordulatra van szükség a gazdaságpolitikában. Vele kísérletben lévő Varga Mihály képviselő pedig azt mondta, nincs szükség fordulatra. Legalább belül döntsék el, hogy mire van szükség. Ez az egyik. A másik, egyetértek, hogy a szükséges változtatásokat végre kell hajtani. De nagyon kérem a Fideszt, akármilyen pozícióban lesz feltehetően ellenzékiben, nagyon kérem a Fideszt, hogy ne tekintse az embereket kísérleti nyúlnak, vagy tengeri malacnak. Az embereken nem szabad kísérletezni. Nem szabad csak a változtatás kedvéért változtatni. Ezt kérem. Ami pedig az Európai Uniót és a NATO-t illeti. Azt hiszem a világ tudja, és ezt nem kell külön hangsúlyozni, hogy ki kezdeményezte Magyarországnak a csatlakozását az Európai Unióhoz, és ki kezdeményezte a csatlakozását a NATO-hoz. Azt hiszem ezt a világ tudja, gondolom a Fidesz is megismerheti ezeket a tényeket. Ami a... és az utolsó mondat valóban. Mi adunk a miniszterelnök úrnak a szavára. Úgy gondoljuk, hogy kétségtelenül van olyan tudásnak a birtokában, amelyben mi is tanulhatunk. Például az arra vonatkozó intelmei mindenképpen ilyen tudásnak számítanak, hogy nem szabad embereken kísérletezni. Ezt a tanácsot megfogadjuk, miniszterelnök úr. Egy ilyen vitában ugye állandó probléma, hogy kié legyen a zárszó, úgyhogy engedjék meg, hogy legyen az enyém. Igen. Nem lesz hosszú. Köszönöm, hogy vállalták a vitát és eljöttek a közgázra. Önöknek köszönöm a kitartó figyelmet. Viszontlátásra.